Komolyan itt van bent pont a légy, francba. Sziasztok, Matilda vagyok, és valamilyen módon még mindig olvasom ezt a sorozatot. És igen, a mai lesz az utolsó stage dive vlogom a negyedik részről, a Deep Tónus, ami a basszerosról szól. Na most, konkrétan tegnap este renteltem ki magam a videóban, hogy mármint, hogy tegnap este vettem fel nyilván, hogy mennyire utáltam a harmadik részt. Most éppen azt vágom, csak közben gondoltam, fölveszem ezt, mert hogy az történt, hogy miután kirenteltem magam arról, hogy mennyire nem szerettem és untam és rossz volt nekem a harmadik rész, azután megpróbáltam Percy Jackson-t olvasni, és így éreztem, hogy szuggerál engem ez a negyedik rész, és aztán úgy voltam, hogy tudod mit? Véget vetek szenvedéseimnek azzal, hogy igenis kiolvasom ezt a sorozatot, mert nem... Ez valamilyen szinten én ezt a maximalizmusomra fogom, hogy csak azért se hagyom félbe, mert elég erős vagyok ahhoz, hogy én ezt végigolvassam, ami egy nagyon rossz koncepció igazából, és ne csináljátok utána, mert hogyha őszintén nem ígértem volna meg Szintinek, hogy végigolvasom ezt a sorozatot, akkor nem olvastam volna végig, akkor az első rész után letettem volna, de megígértem, és igen, én hibám is, hogy megígértem és ezt csinálom, tehát nyilván magamnak csináltam azt, amiben most benne vagyok, de Szinti, a te ajánlásodra csináltam, úgyhogy ez most 50-50 mindkettőnknek a hibája, de mindegy, szóval tegnap este így néztem a polcról így a könyvet még, nem tudod mit, hagyjuk, olvassuk, és egyébként lecsúszott belőle 100 oldal még tegnap este. Csak úgy megtörtént. Úgyhogy itt vagyok, és veszem fel az utolsó vlogot hozzá. Őszintén... Eddig egész élvezhető ez a negyedik rész. Ebben egyébként ennek a húga a nézőpont karakterünk, és nyilván a férfi love interest az a basszus gitáros Ben. Ez a rész... Hát egy része az még a második könyvnek... könyvvel együtt játszódik, tehát mert nyilván Lizzie, aki a fő karakterünk, akkor ismerkedik meg bennel, amikor Ann összejön idézőjelben mellel. Igen, és akkor ezt követjük végig. Na most ennek a sztoria az, hogy nyilván Lizzie egyből beleszeretett Benbe, de ez amúgy ez nagyon, nagyon gázó volt egyébként beleírva, tehát hogy konkrétan az volt, hogy bementek a próbateremben, meglátta Bent, aki egyébként a gitárjával volt épp elfoglalva, ránézett és lelki szinten kapcsolódtak. És ez így volt leírva, hogy pú, tűzijáték, lelki társak, mit tudom én, és hát ja, mit nem mondjak, fura volt. És hát mire eljutunk oda, hogy az előző részben Anne megkérte Malkezét, és jól mondom, tehát a lány kérte meg a fiújét. Mire eljutunk oda, hogy ők összeházasodnak, na most az esküvőn az történt, hogy Ben és Lizzie összefeküdtek. És hát védekeztek ugyan, de azzal indul a sztori, hogy jap, Lizzie terhes. Mégpedig Bentől. És akkor most értünk oda, tehát hogy elkezdődött ott, hogy Lizzie terhességi tesztet csinál, lement ez a magyarázás, hogy ez az egész hogy jutottunk el oda, hogy ők ketten összefeküdtek, ami egyébként egészen élvezhető módon volt leírva, úgyhogy azért olvastam még tegnap este belőle 100 oldalt, miután kiakadtam a harmadikon. És most jutottunk el oda, hogy gyanítom, elmesélte, vagy igen, tehát most jutottunk vissza a jelenbe. És az fog jönni nekem. Na most. Ez azt jelenti, hogy ez sokkal vékonyabb ez a rész, mint az összes többi, tehát konkrétan az egy harmadával már meg vagyok. Amit a jó arány. Tehát ha nagyon ügyes vagyok, akkor én ezt még ma olvasom, meg holnap olvasom, és akkor én ezt itt befejeztem, aminek nagyon fogok örülni. És mondom, ideig még egész jó is ez a könyv. Pedig ugye ez az, amire Szinti barátnőm is azt mondta, hogy nem jó. És hát nagyon nem értünk egyet jelen pillanatban azon a téren, hogy ő neki pont, hogy a Jimmy rész volt a kedvence, én meg azt nagyon lehúztam a tegnapi vlogomban, úgyhogy... vagy a tegnapi vlog részben, amit tegnap vettem fel, úgyhogy igen, most nagyon nem értünk egyet, főleg úgy, hogy nekem eddig ez a rész, ezzel a résszel eddig olyan sok problémám nincsen. Nem azt mondom, hogy nagy problémám, mert már eleve az, hogy Lizzie hogy szeretett bele Benbe, az kicsit ilyen miért, de mindegy, tehát. Megpróbálom ezt a vlogot egyébként minél rövidebbre fogni, még ha ki is akadok akkor is, mert már úgy érzem, hogy
három rész óta ugyanazokat a dolgokat sorolom, mert ugyanazok a dolgok történnek egyébként, csak ez így kezd kicsit unalmas lenni nekem is, úgyhogy saját káromra döntöttem így, úgyhogy igen. Az egy dolog, hogy kiakadok, de igen, tudom, hogy ez az én döntésem volt, szóval jobb. Meg lesz ez is, és akkor ígéret teljesítve az én lelki békém nyugodt lesz utána, és igen, visszaadom a könyveket utána pedig Szintinek, és akkor minden jó lesz. És akkor elmondhattam, hogy most már tényleg én is elolvastam ezeket a könyveket, és tudunk róluk beszélgetni. Vagy nem, mert csak összeveszünk, hogy nekem nem azok a részek tetszettek. Nem amúgy. Tudod, Szinti, hogy szeretlek. Aztán hát kiderül, hogy mi lesz ezek után, mert érdekes lesz, én úgy érzem. Lizi nagyon rámenős volt, igazából továbbra is az van, hogy ugye nem tudom, hogy a szerelem része honnan jött, de ezt már egyébként ezen a ponton nem is próbálom megérteni, csak így elfogadom, hogy jó, oké, ez megint egy olyan könyv lesz. Ami nem egy jó dolog, de mindegy, essünk túl rajta. Akkor ezt a második update-et most itt fogom felvenni, mert lusta vagyok előszedni a kamerát. De tekintve, hogy elég jól haladok ezzel a könyvvel, lehet, hogy ma még föl fogom venni ennek a végét. Ugyanis itt vagyok a tónussal, és... Hola? Ennyi van vissza, ez a kis piptike. És meg kéne tanulnom a kamerában nézni, nem a kijelzőre. 246 oldalt olvastam már ebből a 330 oldalas könyvből. Mindezt tegnap este és ma délelőtt. Délután. Igen. És én nem tudom, mit akartok. Ez a könyv nem is rossz. Ennyit elolvastam belőle két nap alatt. És kevesebb, mint két nap alatt. Ez egyáltalán nem olyan rossz, mint amilyennek én gondoltam azok alapján, amit mondtak nekem róla. Mert az elsőhöz képest is jó, tehát... Jó, nem azt mondom, hogy ugrálok örömömbe attól, ami ebben történik, mert azért az túlzás lenne. De hogy alapvetően nem akarom a fejemet a falba vágni tőle, ami szerintem már nagy szó ennél a sorozatnál ezen a ponton, úgyhogy ez a könyv nem olyan förtelmes. Az első rész meg a harmadik rész kikészített, a második tetszett, és igazából ezzel sincsen komolyabb bajom, ilyen erős, közepes mondjuk. Tudnék belekötni dolgokba, de maga a történet egyébként sokkal érdekesebb, mint eddig volt. Ugye ott tartottunk, hogy igen, szóval Lizi terhes Bentől, és Ben amúgy meg a basszeros, ő nem a kapcsolatot, ő nem az a pasi, aki csinálja azt, hogy kapcsolatban van másokkal, tehát hogy ő, mint mindenki más ezekben a könyvekben az elején, szóval ő is egy himringyóna. Tehát, hogy minden nap másik emberrel, mert hát rockstar is megteheti, és mert a pasikat ezért nem szólják meg. Na mindegy, mit akartam mondani? Ja igen, és hát ugye, hogy Lizi terhes, és akkor ezt megbeszélik, hogy akkor most ezzel mit kezdenek, mert hogy igazából mind a kettejüknek dugába dőltek a terveik, meg hogy ugye nyilván ez változás mindkettejük életében, és akkor végül is ez a könyv eddig arról szól, hogy így a kettejük ezzel hogy birkózik meg, mondhatni. Tehát jó, nyilván Lizi azt szeretné, hogy együtt legyenek, igen. Ben, aki soha nem akart gyereket, meg nem akart stabil párkapcsolatot, vagy hosszú távú párkapcsolatot, nem stabilat. Most mind a kettőknek így át kell gondolnia, hogy akkor így mi legyen. Bár nyilvánvalóan az lesz ebből, hogy Ben feladja azt, hogy ő nem akar kapcsolatot, meg nem akar ilyen független ember lenni, és akkor úgyis ez lesz a vége, csak addig még egy kicsit szenvedünk ugye szokásos módon, hogy jaj, mert nem akar velem együtt lenni, meg nem tudom. Mert pont most értük el azt a pontot, hogy azt mondta, hogy szeretne Lizi pasia lenni, szóval... Valahol mostanában jön majd szépen egy mélypont, azt megoldjuk, és itt lesz a happy ending, és tudjátok, ki lesz a legboldogabb ennek az egésznek a végén? Én, mert soha többé nem kell ezt a sorozatot a kezembe vennem. Sőt, ezt még szerintem szerzek valami jófajta alkoholt hozzá a hűtőből vagy a kamrából, és megünneplem vele magamat, hogy ezt kibírtam végig épésszel. De amúgy, de komolyan mondom, hogy ez nem rossz. Az a baj, hogyha nem tudok élvezni egy történetet, akkor mindenki is szutyog dologba bele fogok benne kötni, mint amit igazából csináltam a Liknél is, mint amit csináltam a Leadnél is. Nagyon rossz ezeket így mondani, de mind amit csináltam az első és a harmadik résznél is. Mert hogy annyira nem tudtam értékelni azt, ami történik a könyvben, tehát egyáltalán nem élveztem magát a sztorit, mert én amúgy a sztorit szeretem nézni. Még akkor is, hogyha mondjuk karakterközpontú egy történet. Nyilván ez nem karakterközpontú, mind tudjuk, hogy ez nem karakterközpontú történet. De a lényeg az, hogy
ebben érdekel, hogy mi fog történni. Nem is az, hogy mi fog, mert tudom, mi fog történni, hanem hogy jutunk el oda, hogy az fog történni. Mert oké, tehát ez, hogy Ben nem akar kapcsolatot. Na most, hogyha egy pasi azt mondja, hogy nem akar kapcsolatot, akkor nem akar kapcsolatot. Engedd el, nem akar kapcsolatot. Nyilván ebben, mivel ez egy romantikus könyv, ebben Ben azt mondja, hogy amióta Lizzie meglettelek, azóta nem tudlak kiverni a fejemből, tehát nyilván ennek a végén egy kapcsolat lesz, meg egy gyerek is, mert hát van egy gyerek is. Egyébként ezt nem tudom, mondtam el, de egyébként védekeztek, szóval így legrosszabb rémálmok egyike, na mindegy. Nem azt mondom, hogy ez a könyv most itt olyan kifejezetten jó lenne, de nem szar. Szóval én már azt is tudom egy jelen pillanatban értékelni, hogy ez nem szar. És nem az. Úgyhogy én úgy érzem, itt nagyon kisebbségben vagyok, mert hogy mindenki a harmadikat szerette nagyon, vagy hát nem mindenki, de a legtöbben a harmadikat szerették leginkább, és ez a negyedik szintén a rosszabbak közé soroltatott. És itt most szerintem totál én leszek a kivétel, mert hogy szerintem történeti szinten ez sokkal jobb, mint az előző. Meg őszintén én azért nem mondanám azt, hogy felesleges itt a húzavona azzal, hogy most ez a se veled, se nélküled dolog, mert hogy amúgy én azt a részét így meg tudom érteni, hogy igen, nyilván Lizzie nagyon akarja, hogy bennel együtt legyen, erre hajtott a könyv eleje óta, tehát hogy lényegében igen, tehát kicsit rámászotta a srácra. Bennek meg így valamilyen szinten meg tudom érteni, hogy ő amúgy nem ezt akarta, de hogy most így átgondolja a helyzetet, és így próbálja így újra tervezés, mint a GPS, amikor nem arra hajlandó tervezni az utat, amerre te akarod, hogy menjen. Tehát, ja, újra tervez, ami igen, nem megy egyik pillanatra a másikra, úgyhogy emiatt nem tartom nagy hisztizéseknek a dolgot. Meg amúgy viszonylag normálisan beszélgetnek egymással, úgyhogy jó, nyilván falba verte Ben is egy ponton itt a kezét, meg ilyenek, de hát azt már megszoktam így 3 könyv alatt, úgyhogy már meg se lepődtem. Mit akartam még mondani? Ja, azt nem tudom, még mondtam-e, hogy ami még így kicsit ugye, hogy Mel nagyon mondta, hogy hozzá sem merjen nyúlni Ben Lizzie-hez, mert hogy amúgy köztük meg van 8 év. Ami így, ja, úgy ránézésre sok, hogy az egyik 29, a másik 21, de hogy amúgy meg van az a pont, ahol annyira nem számít a nagyobb korkülönbség. Tehát, hogyha valakik között egyébként nagy a korkülönbség, ott is megvannak a fokozatok. Tehát például, hogyha a 8 év, hogyha valaki 10 évvel korábban, tehát hogyha mondjuk 21-ből 8, az mennyi? Úristen, gyerekek, nem tudok fejbe számolni gyorsan, és megy le az idő, vagy a kamerából az idő. Szóval az 7. Tehát egy 13, meg egy 21 éves, hogyha összejön, az fura. De hogyha egy 21, meg egy 29 éves összejön, az már annyira nem fura. Igen, nagy a korkülönbség, de hát becsúszott az a gyerek, úgyhogy Lizzie meg nem akarja elvetetni egyáltalán, úgyhogy most próbálnak megbirkózni a helyzettel, és kitalálni, mi legyen velük. És egész értelmes módon történik ez, és egész értékelhető módon, úgyhogy ja, ez a könyv egyértelműen a második legjobb a sorozatban egyelőre, hogy még mi lesz a mélypont, nem tudom, mert még a mélypont nagyon sokat tud fordítani, meg hogy a következő 100 oldalon mi történik, mert ilyenkor még könnyen elromlik egy könyv, de egyelőre bizakodó vagyok, hogy talán ez a végjáték nem fog teljesen kikészíteni. Befejeztem. Ami azt jelenti, hogy az egész sorozatot befejeztem. Yes! Ennyire még nem örültem annak, hogy befejeztem könyvsorozatot. Jó, és hogy valaminek vége van. Én mennyit szetlisztem ezeket? Baszki. Gyakorlatilag én ezt a könyvet kevesebb, mint 24 óra alatt kiolvastam egyébként. No! Hát amúgy nem értem, ez egy teljesen jó könyv volt. Mi történt meg ebben a könyvben? Hát nyilván ugye az egész végig az volt, hogy turnéztek, és közül próbálta Ben és Lizzie kitalálni, hogy akkor mi lesz velük, összejöttek, akkor egy ideig tök jó volt, aztán természetesen jött a mélypont, ami abból adódott, hogy Ben mégiscsak készített össze egy ilyen... Mi volt? Most volt? Nem tudom, milyen egy szerződést, az a lényeg. És
mindenről nem szólt Lizinek, és akkor egyszer csak Márta a tesója így jött is. Szóval Márta a tesója jött, hogy akkor írja alá Csa, és bizonyítsa, hogy nem csak a pénze kell a pasinak, vagy a pasi pénzekkel neki, és akkor ezen húzta föl magát Lizi, ami egyébként ilyen kontextusban egyébként jogos volt, hogy így, ja. Na, de és akkor volt egy 10 oldalas mélypont, és akkor utána elrontanak ezek a könyvek, mert esküszöm elérzékenyültem azon a ponton egy iciri-picirit csak, ahogy Ben bocsánatot kért. Ha halljátok ezeket a kiáltozásokat, az az, hogy anyáik filmet néznek mellettem a szobában, úgyhogy... És apa nem tud halkan filmet nézni. Mindegy, próbálom a saját hangos hangommal elnyomni az egészet. Szóval ez egy jó könyv volt! Ez nem volt egyáltalán rossz. Végülis, hogyha összeadjuk... Most ez kapott 2,5-et, ez meg kapott 1,5-et, akkor ez egy 4 csillagot már kitesz, és akkor ez is 4, meg ez is 4. Ez a boldogság az arcomon, ez az, hogy végre befejeztem ezt a nyomorult sorozatot. De hát szintén drága, köszönöm szépen tőled ezt az adományt, egy élmény volt, többnyire. De remélem nem sértődsz meg, ha azt mondom, hogy ha legközelebb ilyesmi könyvet próbálsz ajánlani, akkor élből el fogom utasítani, mert ezt még egyszer nem csináljuk végig. Igazából gondolkozok, hogy mit mondhatnék még el a Deepről, de... Én élveztem, egész jól lekommunikálták benne a dolgokat. Nyilván voltak szemforgatásaim, mert azért nem azt mondom, hogy tökéletes könyv volt. Itt most nem is azt tett, hogy például mi az, aminek még 4 csillagot adtam. Mondjuk ez, jó? Ennek is 4 csillagot adtam. Tehát összehasonlítva ez kvázi sokkal jobb könyv volt, mint ez. De mindig úgy zsonglorkodok itt a könyvekkel, és csodálkozok, hogy mindent lejtek. Ezekhez képest ez volt kvázi sokkal jobb, úgyhogy... Ja, viszonyítási alapot kell nézni, tehát hogyha azok más felet kaptak, akkor a 3,5-4 ezeknek az teljesen jó értékelés már, mint hogy teljesen megérik azt. Úgyhogy igen. Szóval, hogyha a Stage Dive sorozatból kéne ajánlanom könyvet, akkor azt mondanám, hogy ez a kettő, mert ez a kettő még egyébként össze is függ, mármint jobban ez ehhez, mert hogy kicsit egybe mennek. Ez a kettő nekem nem jött be. Ez van, pedig elvileg pont ez a kettő a rosszabbik a sorozatból, de hát én úgy tűnik, hogy választottam egyet a rosszból, meg egyet a jóból, és akkor én így egy rosszat, meg egy jót tetszikeltem, vagy nem tudom ezt, hogy mondani. Ezt mondtam, hogy nem fogom annyira rosszúra nyújtani ezt a negyedik részeset, mert már mindenről beszéltem az előző 3 vlogban, amiről ezeknek a könyveknek a kapcsán lehet beszélni. Voltak benne fura dolgok, voltak benne szemforgatós dolgok, a szex jelentek továbbra se jó benne, legalábbis én továbbra is ilyen... Jó, haladjunkosan olvastam. Mondjuk az a poén, hogy ebben a kettőben már alig volt egyébként. Elfogyott a lehetőség. Ebben a kettőben már minden más történt, és nem jutott idő arra, hogy szexeljenek benne. Ami azt tekintve, hogy egyébként ezek szexelős könyvként vannak eladva, egy kicsit ilyen rossz marketing, de mindegy, nem jó sorrendben vannak pedig. Szóval ja, még ebben szexeltek a legtöbbet, de ebben se olyan durván sokat egyébként. Na mindegy. Szóval ez volt a Stage Dive sorozat Matilda feldolgozásban. Hát egy élmény volt, mit ne mondjak. Nem szeretném megismételni viszont. És tényleg azért egy életre elég volt most ezekből a könyvekből. Jelenleg úgy érzem. De nagyon happy vagyok, hogy befejeztem őket, tehát hogy ez ilyen hihetetlen boldogsággal tölt el. Ráadásul főleg azért, mert hogy az utolsó rész nem volt szar. Szóval így nem úgy fejeztem be, hogy hanem úgy fejeztem be, hogy oké, ez jó volt. És még tetszett is a vége. Nyilván ugye megszületett a gyerek. Jó gagyi nevet adtak mondjuk neki, abban egyetértek a többiekkel benne. Ahhoz képest, amire számítottam az alapján, amit nekem mondtak erről a könyvről, teljesen jó volt. És akkor most már végre olvasok jó könyvet is. Ott vár szépen a Titánátka az éjjeli szekrényemen, azt kéne olvasni, mert az jó is lesz, és aztán nagyon sok
Fincsi olvasatlan könyv vár ezen a polcon, amit nagyon szeretnék végre elolvasni, úgyhogy most már legalább megvan a stage dive. Nem stresszel, hogy itt figyelnek engem a polcomon és szuggerálnak. És akkor... Letudva, Matilda teljesítette ígéretét, és újra szép a világ. És helyreáll az életrendje, és nem fogjátok látni moly.hu-n, hogy én ilyeneket olvasok, mert igen, többen jelezték, hogy hát meg is lepődtek, hogy én ilyet olvasok, hát igen, én is. Remélem tetszett nektek ez a 4 részes vlogolás, de azért tényleg mondom, komolyan mondom, azért ezt nem fogjuk megismételni, oké? Okay? Még egy ilyen könyvsorozatot nem olvastatok el velem. Meg nem ígértettek meg velem, hogy elolvasok. Senki nem ígérteti meg velem. De valaki... Még az első rész vlogja alá kaptam egy ilyet, hogy mennyiért vállalom be elolvasni az After sorozatot, nincs az az összeg, ahhoz nekem nagyon sokat kéne fizetni, hogy én azt elolvassam, főleg amennyit tudok róla, úgyhogy nem. Jó, nem csinálunk ilyet. Ez egy egyszeri alkalom volt, élvezzétek ki ezt a 4 baromi hosszú videót, amit legyártottam hozzá, mert ennyiben maradunk. Elég volt az élmény, őszintén mondom, ezt még túléltem, még egyet már nem biztos, hogy túlélek, úgyhogy... Örüljünk annak, ami van. Ez az őszinte boldogság olyan furcsa most így a videó végén. Főleg, hogy tegnap felvettem egy olyan rendelést, hogy csak na. És akkor köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomtok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!